Januárban 5 sértettet bejelentést a karcagi rendőrkapitányságra különböző vagyonelleni bűncselekményről számoltak be a rendőröknek. Volt olyan kenderesi ingatlan, ahonnan csak egy alumínium létrát, máshonnan több kéziszerszámot vagy háztartási gépeket vittek el. Olyan bejelentés is érkezett az egyenruhásokhoz, miszerint egy ismeretlen engedély nélkül beköltözött egy lakatlan házba. Rongálás és lopás büntette miatt indítványozta az ügyészség annak a 28 éves kenderesi férfinek a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2023. augusztusa és 2024. január 13-a között beköltözött egy kenderesi lakóházba, amely üresen állt. Amikor az ingatlan tulajdonosa erről tudomást szerzett, akkor megengedte a férfinek, hogy amíg nem talál más szállást magának, addig ott lakhasson. A férfi azonban ezt követően az ingatlan kerítését, fakerítését megbontotta, az ajtókat, ablakokat kibontotta, az álmennyezetet megbontotta, a fürdőszobában lévő padlót felszedte, szaniterek egy részét lebontotta, így ezzel összesen 2 millió forint kárt okozott a tulajdonosnak. A kisújszállási rendőrőrs munkatársai elfogták és előállították a rendőrkapitányságra a 29 éves helyi férfit. Az ügyek egyesítését követően a nyomozók 4 rendbeli lopás és rongálás miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.